Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Hajó baleset, kerülhetnek elő Tolna megyében áldozatok. Hal és vadünnep, több ezer vendéget várnak a hosszú hétvége alatt. Sok az öngyilkosság, a szakember szerint a szenvedélybetegség és egzisztenciális szorongás miatt is beszűkülhet az ember tudata. Darás szezon, egyre nagyobb veszélyt jelentenek a szúrós rovarok. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Könnyen előfordulhat, hogy a Duna-Tolna megyei szakaszán még találnak a budapesti hajóbalesetben elhunyt áldozatot, ezt mondja a szakértő mentőbúvár. A szekszárdi Gemenc mentőcsoport búvárai ezért folyamatosan 24 órában készen állnak arra, hogy riasszák őket. Azt kell, hogy mondjam, hogy a legeslegnagyobb kihívást ebben az egész történetben, a legeslegnagyobb kihívást ugye a sodrás jelenti. Nem a korom sötét, hanem a Duna erős sodrása jelenti a legnagyobb veszélyt a múlt hét szerdán történt hajóbaleset áldozatainak mentésén dolgozó búvárok számára, ezt mondja a több mint 20 éve kutató búvárként dolgozó Hortai Tamás. Az egyik gond ezzel kapcsolatban az, hogy a búvárnak ahhoz, hogy ő ebbe a nagy sodrásba stabilan ott tudjon lenni, lehetőség szerint minél több olmot kéne magára venni, minél nagyobb súlya kéne lent lennie, hogy minél stabil lecövekelje magát. De ugye el lehet képzelni, ha elmegyünk túrázni, nem mindegy, hogy a hátizsák 3 kiló, vagy 33 kiló, ugye, vagy 45 kiló, vagy ne adj Isten 50 kiló. A búvár szakértő, aki két évtized alatt több mint 100 holttestet hozott fel folyók és tavak aljáról, azt mondja, könnyen előfordulhat, hogy a hableányjal együtt elsüllyedt áldozatok között lesznek, akiket a Duna egy Budapesttől távoli szakaszán, például Tolna megyében találnak meg. Néhány napja Hartánál akadt fent egy acélhuzalon egy 50 év körüli dél-koreai férfi teste. Lehet, hogy még idáig Szekszárdig is, vagy még akár lejjebb is lejuthat egy áldozat, mire aztán majd ténylegesen fel tud jönni a felszínre. Tehát bizony, én azt gondolom, szerintem az ott dolgozók számítanak is erre, ugye nem véletlenül próbálják most majd ilyen fémlemezekkel is, meg mindennel beburkolni azokat a nyílásokat, amikről úgy feltételezik, hogy esetleg ott az áldozatok a bolygatás és a mozgatás közben esetleg ki tudnának jönni. A szekszárdi mentőcsoport búvárai ezért folyamatosan 24 órában készen állnak arra, hogy riasszák őket. Az áldozatok közül még 8 dél-koreait és egy magyart keresnek a szakemberek. Megkezdődött a pünkösdi hal és vadünnep Szekszárdon. A gasztronómiai különlegességeket és kulturális programokat kínáló fesztivál arculata idén megváltozott. Még inkább a minőség dominál a város második legnagyobb rendezvénysorozatánál. A négynapos fesztivál rendezője, a Babits Mihály Kulturális Központ több ezer ünneplőre számít idén is. Már péntek délelőtt gyűlni kezdett a tömeg a Szekszárd főterére vezető Macskaköves sétáló utcában. Többen nézelődtek, vagy éppen vásároltak. A színpadok és az árusító bódék már álltak a Béla Király téren, Liszt Ferenc téren és Garai téren, de a technikusok javában dolgoztak még a színpadoknál, hogy az este 6-kor kezdődő koncertekre minden készen álljon. A szekszárdi hal és vadünnep a város második legnagyobb szabású rendezvénye a születi napok után, amire idén is színes programokkal, koncertekkel, gasztronómiai különlegességekkel készült a város. Nem csak felnőtteknek szóló rendezvények vannak, hanem egész naposak a programok, és gyakorlatilag a kisgyermekektől a családoktól kezdve egész idős korosztályig mindenkinek tudunk olyan programot kínálni, ahol jól érzi magát és ki tud kapcsolódni, de most elsősorban természetesen programok mellett gasztronómiáról és a szekszárdi borokról szóló rendezvény. A fesztiválra kilátogatók több változást észlelhetnek idén, például azt, hogy a gyerekek 20%-kal olcsóbban vehetik igénybe a Vidámpark játékait, de ami látványos módosítás, hogy nem a sétáló utcában, hanem a Garai téren állították fel a kézműves kirakodó vásárt annak érdekében, hogy jobban tudjon mozogni a tömeg. A pünkösdi hal és vadünnep rendezője, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója azt mondja, tudatosan készültek a több ezer ünneplőre. A fesztivál arculata azért egy picit változott az idei évben is, hogyha itt a térre kilátogatnak és megnézik, igyekeztünk a lehetőségekhez képest egy picit szellősebb teret a várt nagy közönség számára biztosítani. Markó Markovics, Tóth Viktor, Margaret Island, Fenyő Miklós, Beatrice. Csak néhány neves zenész, akik idén fellépnek a pünkösdi hal és vadünnep négy napján.
Szekszárd több pontján megváltozott a forgalmi rend a pünkösdi hal és vadünnep ideje alatt. Útlezárásokra főként a város központi részeiben kell számítani. Már pénteken délután sem lehetett az Augustház irányából a megyei önkormányzat felé vezető utat használni. Ez kett késő délutánig így is lesz. De nem csak itt kell forgalmi rendváltozásokra számítani a pünkösdi hal és vadünnep ideje alatt Szekszárdon. Kordon és piros szalagok jelzik a rendezvény főhelyszínén a Béla Király tér környékén is, hogy autóval ide sem lehet behajtani. Mutatjuk térképen, hol változik még meg a közlekedési rend a következő napokban. Itt a Szent István tér Holub és Széchenyi utcai szakasza között is részleges útlezárásra kell számítani. Az állandóan ott levő stopptábla viszont nem veszíti hatáját. Minden járművezető figyelmét felhívjuk arra, hogy attól függetlenül, hogy a Mészáros Lázár utcából jobbra nem lehet kanyarodni, az egyenesen, illetve a balra haladásnál ugyanúgy stopptábla érvénye alatt kell közlekedni az arra haladóknak. A Széchenyi utca, Szent László és Szent Gáli Gyula utcák közötti szakaszát is teljes egészében lezárja a rendőrség. A buszok és a taxik viszont korlátozás nélkül közlekedhetnek itt. A szekszárdi közlekedés június 11-én éjfélkor áll vissza a szokásos rendbe. Cseréket oszt a szekszárdi önkormányzat a helyieknek június 13-án és 14-én reggel 7 és délután 4 óra között a Kaminusz Kft. Páskum utcai telephelyén. A piacinál sokkal kedvezőbb áron átvehető növények megvásárlására 700 000 forintot költött a város. Most azért ajánlják fel mégis ennél olcsóbban a szekszárdiaknak a cseréket, hogy így is segítsenek növelni a zöld felületek mennyiségét. Az Európai Unió statisztikai hivatalának 2015-ös adatai szerint Magyarországon követik el a harmadik legtöbb öngyilkosságot az EU-ban. Legutóbb az M6-os autópálya felüljárójáról vetette magát a mélybe egy fiatal férfi. A pszichológus azt mondja, az öngyilkosságnak számtalan oka lehet, például egy elhúzódó fájdalmakkal járó betegség vagy drogprobléma. Vértócsák a holttest körül, az útszélén árválkodó félpár cipő, behorpadt kamion. Ezek a felvételek az M6-os autópálya felüljárójánál történt balesetnél készültek Paksnál. Itt egy már az úttesten fekvő embert gázolt el egy tehergépkocsi. A férfi valószínűleg már nem élt, amikor a kamionos áthajtott rajta. Nem megszokott esemény történt az M6-os autópályán Paks közelében. A 111-es kilométer fölött lévő felüljáróról egy férfi az úttestre zuhant, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az esettel kapcsolatban a paksi rendőrkapitányságon folytatnak közigazgatási hatósági eljárást a férfi rendkívüli halálának ügyében. Úgy tudjuk, hogy a 23 éves pszichiátriai problémákkal is küzdő férfi öngyilkos lett. Azért vetette magát a mélybe, mert előző nap szakított a barátnőjével. A fiú a szakítást követően küldött egy üzenetet a lánynak, hogy mit tervez, majd az elhatározást tett követte. Értesüléseink szerint a férfi összetűzésbe keveredett már a rendőrséggel is, korábban kábítószer miatt, és fiatal kora ellenére félrecsúszott az élete, ezért nem látott problémáira más megoldást. Az autópályán egyébként nem ez az első eset, hogy valaki a felüljáróról leugorjon. Korábban épp egy rendőr lett itt öngyilkos. Az utóbbi időben több fiatal vetett véget életének önkezőleg Tolna megyében, értesült televíziónk. Az, hogy valaki öngyilkos lesz, nem az életkortól függ. Egészen fiatal korban, sőt még gyermekkorban is előfordul, mondja Kitanics Márk, pszichológus. Az öngyilkosságnak számtalan oka lehet, például egy elhúzódó fájdalmakkal járó betegség vagy drogprobléma. Alkoholizmus, drogfogyasztás, emellett bármilyen pszichiátriai kórkép is lehet a háttérben, egy egzisztenciális szorongás, egzisztenciális probléma. Minden esetre valami olyan háttér van, ami miatt beszűkül az embernek a gondolkodásmódja, beszűkül a figyelmi funkciója, nem tud megfelelő, adekvát stratégiát kidolgozni arra vonatkozóan, hogy hogyan élje túl, és ezért azt gondolja, hogy így vett véget az életének. Az, hogy ki hogyan vett véget az életének, a nemünktől is függ. A nők kevésbé drasztikus módszereket választanak általában. Az Európai Unió statisztikai hivatalának 2015-ös adatai szerint egyébként Magyarországon követik el a harmadik legtöbb öngyilkosságot az Európai Unióban. 100 000 lakosra vetítve 19 öngyilkos jut, az Európai Uniós átlag pedig 11.
30%-kal nőtt a hazai tejelő szarvasmarha állománya az elmúlt 8 évben. Az országban mostanra összesen 403 ezer állatot tartanak erre a célra. A tejtermelés pedig ennek köszönhetően 2019-re a magyar mezőgazdaság egyik húzó ágazata lett. Erről Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára beszélt. Az ágazat forgalma tavaly 1%-kal 185,5 milliárd forintra nőtt, a tejfeldolgozás pedig a tavalyi közel 300 milliárdos termelési értékével az élelmiszeripari termelés 11%-át adta. Egy benzinkútrablás adta a témáját annak a perszimulációnak, amit pénteken mutattak be a szekszárdi törvényszék szakértői a helyi Garai Gimnázium több mint 80 diákjának. A rendezvényre a Nyitott Bíróságok nevű országos programsorozat részeként került sor. A törvényszéken dolgozó bírók azt tervezik, hogy a jövőben igyekeznek kötetlen rendezvények keretében minél többeknek bemutatni, hogyan is működik a munkájuk. A szekszárdi törvényszék első alkalommal csatlakozik a Múzeum Éjszakája országos rendezvénysorozathoz, melyre az egész országban június 22-én szombaton fog sor kerülni. Szekszárdon a bíróság első alkalommal oly módon kíván csatlakozni ehhez a rendezvénysorozathoz, hogy kinyitjuk a bíróságnak a kapuit a nagy közönség előtt, azaz azt jelenti, hogy a szekszárdi törvényszék Dózsa György utcai vagy Béla téri épülete mindenki számára nyitva fog állni. Egyre nagyobb veszélyt jelentenek a lakóházak rései között megbújó darazsak. Az elmúlt években egyre több helyen fordulnak elő az allergiásokra, akár halálos rohamot is okozni képes darazsak. Tavaly egy idős férfi meghalt Szekszárdon, miután összecsípték a darazsak. Kompresszor tölti fel a darazsak írtásához használt vegyszerrel teli tartályt, a benne levő por ártalmatlan az emberre és az emlősökre, a darazsakat viszont elpusztítja. Régóta küzdöttek az itt lakók a darazsakkal. Ilyenkor kora tavasztól őszig kellemes meleg van, ezt pedig kifejezetten szeretik a szúrós rovarok. Egy-egy fészekben akár 65 ezer darázs is élhet. A legveszélyesebbnek azt a német darazsat tartom. Ők kicsik, picikek, viszont nagyon agresszívak, és egy fészekben a csúcs szezonban ilyen 60-65 ezeren laknak. Ez egy elég komoly szám. Itt, hogyha veszélybe érzik magukat, akkor ennek a 65 ezeres létszámnak körülbelül a fele az támad is. De a sokkal nagyobb lódarazsak is gyakran okoznak riadalmat, vagy akár súlyos sérüléseket is az évnek ebben a részében. Tavaly Szekszárdon egy idős férfi bele is halt a darazsak csípésébe. A szakember szerint a darazsak azért jelentenek egyre nagyobb veszélyt, mert a modern házak réseit kifejezetten kedvelik. Ez egy olyan tipikus épület, ahol a ragalját teljesen elburkolták, és egy nagyon nagy üreget csináltak. Tehát ennél az épületnél ott bent van körülbelül egy ilyen méterszer másfél méteres üreg, és ők ezeket nagyon szeretik, szélvédett, pici lyuk a bejárat, nagy tér, amit találnak bent. A darázscsípés ellen egyébként, bár a köztudatban ez terjedt el, nem hatásos a kalcium. Sokkal inkább érdemes antihisztamin tartalmú gyógyszert bevenni, ha valakit megmar egy ilyen rovar. A vér a gyógyítás számos területén nélkülözhetetlen, mással nem pótolható különleges gyógyszer. Kizárólag véradók önzetlen adományaként jutatnak hozzá a rászoruló betegek. A véradás fontosságára és az önzetlen véradókra hívja fel a figyelmet a Véradók Világnapja, amit június 14-én tartanak 2004 óta. A szekszárdi vérellátó szolgálat is készült e jeles napra. Énekelek is, táncolok is, bármi. Nagyon jó. Még viccelő is volt kedve Gémesné Nyitrai Anettnek, miközben vért adott. Ő is és a férje is rendszeresen nyújtják karjukat, így nem izgult különösebben. Azért adok vért, mert szeretek embereken segíteni, jó érzés. Hogyha már orvos vagy ápoló nem lehetek, akkor legalább ilyen módon hozzájárulok az emberek egészségéhez és gyógyulásához. Volt, aki úgynevezett irányított véradásra érkezett. Ez azt jelenti, hogy egy konkrét betegnek adományozza a levet vért, aminek az a feltétele, hogy megegyezzen a véradó és a beteg vércsoportja. Ilyenkor a vérkészítményt az ország bármely pontjáról eljuttatják az adott betegnek. Egész nap fogadták a véradókat a szekszárdi vérellátó szolgálatnál a Véradók Világnapján, amit június 14-én tartanak 2004 óta.
Pászti Vera, szekszárdi vérellátó vezető főorvos szerint ez a nap lehetőséget ad a véradás népszerűsítésére, hiszen a vérátemlesztésre szoruló betegek ellátásához megfelelő mennyiségű biztonságos vérkészítményre van szükség. Éves szinten országosan 370-390 ezer egység vérre van szükség, ez napi szinten országosan 1600-1800 egységet jelent. Tolna megyében átlagosan legalább 50 véradónak kell naponta jelentkezni ahhoz, hogy elegendő vérkészítmény álljon rendelkezésre. Célunk, hogy megkönnyítsük, lehetővé tegyük minél több ember számára a véradást. Vért adni a szekszárdi vérellátóban hétfői munkanapokon 8-tól 5 óráig lehet, de a nyári hónapok első hétfői munkanapján este 7-ig tartanak nyitva, és szeptember első hétfőjén is este 7-ig lehet vért adni. Regionális híreink következnek. Polgármesterjelöltet állított a Fidesz, külső szakembert akarnak Pécs élére. Egyedülálló bűncselekmény Somogy megyében drogprevenciós egyesületbe tömörültek a kábítószerkereskedők. Pécsre látogatott a Munkácsi gyűjtemény tulajdonosa, Pák Imre mesélt érdekességeket a festményekről. Polgármesterjelöltet nevezett meg a Fidesz pécsi csoportja. Szerdai tisztújító közgyűlésükön Vári Attillát ajánlják a párt országos testületének támogatására. A jelölt mellett szól, hogy rendkívül jó kormányzati kapcsolataival segítheti Pécs fejlődését, mondja a városi elnök. Polgármesteri jelöltet választott a pécsi Fidesz az októberi önkormányzati választásra. Vári Attillát, a Pécsi Sport Nonprofit ZRT vezérigazgatóját, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázót akarják indítani, derült ki a szerdai tisztújító közgyűlésük után. Vári Attilának nagyon nagy erőssége az is, ezt mérlegeltük, hogy ő párton kívüli, és így integrálni képes bármilyen szavazót, és hát nagyon erőteljes, magas kormányzati kapcsolatrendszere van, tehát Pécsnek elég jó lobbistája tud lenni a budapesti döntéshozatalban is. Bejáratos a miniszterelnökhöz többször találkoznak, mint a Vízilabda Szövetség elnöke, de személyes jó kapcsolata is van Orbán Viktorral. Így Pécs problémáiról, kéréseiről közvetlenül tud beszélni a kormányfővel. A Fidesz tárgyalásokat kezdett a KDNP és az ÖPE helyi erőivel is. Azért, mert konzervatív nemzeti civil összefogásban akarnak indulni ősszel az önkormányzati választáson. Azt is mérlegelnünk kell, hogy van már érvényes jelölése a szövetségeseinknek is, Kővári János személy. És itt most pedig született a Fidesznek, mint legnagyobb szövetséges erőnek is egy érvényes jelölése, és ki kell alakítania majd az országos testületünknek a jóváhagyási álláspontot, hogy ki lesz a végleges jogerős polgármester jelöltünk, ez június végére várható ez a jogerő. Azt mindenképpen el akarják kerülni, hogy egymás ellen induljanak a nemzeti polgári oldal jelöltjei. Nagyon nehéz helyzete van most a Fidesznek. Éppen ezért jó, hogy olyan jelöltet neveztek meg, aki kimaradt az elmúlt időszak politikai folyamataiból, mondja a politológus. A bal oldalon szintén egy külsős jelöltet támogatnak, nehéz esélyeket latolgatni. Az, hogy valójában ki, hogyan, mekkora réteget tud megszólítani a választásokon, az részben arról, attól is függ, hogy ki milyen témákra helyezi a hangsúlyt. Ugye itt van egy örökség a városnak, ami bizonyos értelemben ugye kijelöli a tematikát is. Ebben a tekintetben talán jó választás egy olyan jelölt, akire ez az adósság, ez a helyzet, ez talán nem ég rá. De azzal kapcsolatban neki is kell kezdeni valamit, hogy mit csinál ezzel a helyzettel, és hogyan akar ezt kezelni. Kérdés továbbá, mennyire hiszik el a választók a szavazáskor, hogy egy ellenzéki jelölt érdeket tud érvényesíteni a kormányzattal szemben. Az sem lesz mindegy, hogy milyen összetételű képviselőtestület lesz a polgármester mögött. Az ellenzéki többség blokkolhatja a városvezetőt. A magyar kriminalisztika történetében egyedülálló bűncselekményt göngyölítettek fel a Somogy megyei rendőrök. Az elkövetők drogprevenciós egyesületbe tömörültek, miközben kábítószerrel kereskedtek. A három gyanúsított már őrizetben van. Egy balatonszemesi bűnmegelőzési, többek között drogprevencióval is foglalkozó egyesület vezetője a gyanú szerint már több éve használt és kereskedett kábítószerekkel. A rendőrök látókörébe egy kockázatelemzést követően kerültek, kiderült, hogy az elnök és még egy társa hetente jár fel Budapestre drogért. Ott bevásárol egy bizonyos mennyiséget, azt lehozza, vagy ezzel a személygépkocsival teríti azon a területen, ahol ők élnek.
tudják, a cinizmus ne továbbja, mert nyilvánvaló, hogy nem lehet elkerülni a rendőri ellenőrzést csak pusztán azért, mert egy gépkocsira fel van festve, hogy bűnmegelőzés. De azért abban azért bizonyára bíztak az elkövetők, hogyha meg is állítják őket a kollégáim, például odáig már az intézkedés nem megy tovább, hogy át is vizsgáljuk a gépkocsit, és meg tudjuk találni például azokat a kábítószergyanús anyagokat, amelyeket ezzel szállítanak. A három gyanúsítottat letartóztatták, a gépkocsit pedig lefoglalták a rendőrök. A két egyesületi tagnál talált mennyiség alapján a kiszabható büntetés 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is lehet, míg a felső kapcsolatnál talált mennyiség alapján 20 évtől akár életfogytig tartó szabadságvesztés lehet az ítélet. 10 baranyai fogvatartott szerzett OK-i és konyhai kisegítő szakképesítést. Az elítéltek egy EFOP program keretében vehettek részt a tanfolyamon. Az elméleti teszt után most gyakorlati vizsgát tettek. A Baranya megyei Büntetés Végrehajtási Intézet parancsnok helyettese azt mondta, a legtöbb fogvatartott ezzel szeretne foglalkozni szabadulása után. Zöldségleves és rizs. Két egyszerű étel, amit a Baranya megyei Büntetés Végrehajtási Intézet fogvatartottjainak kellett elkészíteniük. 10 jelentkezhettek ugyanis abba a programba, melynek keretein belül OK és konyhai kisegítő tanfolyamon vettek részt, közülük 6 felnőtt és 4 fiatalkorú. Mindez a fogvatartottak reintegrációja című EFOP projektben zajlott. Az elítéltek gyakorlati vizsgán is számot adtak tudásukról. A képzés az egy elméleti résszel indított. Itt rögtön meg kell, hogy említsem a Tanoda elnevezésű programunkat, amiben pszichológus és egy pedagógus is segítette a felkészülésben, a tanulás módszertanál sajátításában a fogvatartottainkat. Ezt követte 12 órás tanulás módszertani képzés, majd pedig az elméleti és a gyakorlati képzésre került sor. A program népszerű, ez látszik a teszteredményeken is, tette hozzá Bence Béla. A képzésre egyébként mintegy 3-szoros volt a túljelentkezés. A parancsnok helyettes elmondta, a legtöbb rab ezzel szeretne foglalkozni, miután szabadlábra kerül. A tervek szerint jövőre is indítanak hasonló képzést. Különleges látogató érkezett a Pécsi Munkácsi kiállításra. Maga a gyűjtemény tulajdonosa, Pák Imre beszélt a sajtóképviselőinek a legnagyobb és legátfogóbb magánkézben lévő kollekció érdekességeiről. A magyar-amerikai műgyűjtő azt mondta, rájött, hogy ezek a festmények már soha nem kerülnek vissza a háza falaira, de ezt nem is bánja, sőt örül annak, hogy van igény a jó kultúrára vidéken is. Ez a festmény része annak a Munkácsi gyűjteménynek, mely a Zsolnai negyed M21 galériájában kapott helyet. Különlegessége, hogy a kép sarkában maga Munkácsi Mihály új lenyomata is látható. Ezt Pák Imre, a kollekció tulajdonosa osztotta meg a sajtó képviselőivel csütörtökön. A magyar-amerikai műgyűjtő ugyanis Pécsre látogatott. Érdekesség, hogy a festő óriás mintegy 750 képet alkotott élete során, ám ebből csaknem 100 festményről semmilyen írásos vagy képi információ nincs, mondja Pák Imre. Munkácsi különleges ilyen értelemben, egészen más, mint bármi más festő, hiszen majdnem úgy lehet gyűjteni, mint egy kortást. Hát állandóan jönnek Munkácsi, új Munkácsi képek. Nekem az utolsó két napban sikerült vennem 2 Munkácsi képet. A műgyűjtő egyébként 60 olajfestményt, körülbelül 50 grafikát és 6 Munkácsiról festett képet vásárolt az évek során. Pák Imre azt mondja, a lokálpatriotizmus indította el szenvedélyét, hiszen az ukrajnai Munkács településén született. Gyűjtői munkásságát 1994 óta űzi. Kiállítás keretében 2005 óta láthatók a képek, ugyanis ekkor kérték fel, hogy Magyarországon is bemutathassák a különleges kollekciót. Leakasztottam a házam falairól a képet, hazaküldtem, mármint Budapestre küldtem, és úgy gondoltam, hogy 3-4 hónap múlva ezek a képek visszakerülnek, úgyhogy a kampók egy jó hosszú, jó néhány évig még ott lógtak. Szóval rájöttem, hogy ez valószínűleg ez nem biztos, hogy vissza fog jönni ilyen hamarosan. Ezt a gyűjtő nem is bánja. Pák Imre azt mondja, nagyon örül annak, amikor látja, hogy van igény a jó kultúrára vidéken is. Az érdeklődők november 10-ig látogathatják a nagyszabású Munkácsi magángyűjteményt a Zsolnai negyed M21 galériájában. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Hajóbaleset, kerülhetnek elő Tolna megyében áldozatok. Hal és vadünnep, több ezer vendéget várnak a hosszú hétvége alatt. Sok az öngyilkosság. A szakember szerint a szenvedélybetegség és egzisztenciális szorongás miatt is beszűkülhet az ember tudata.
darás szezon, egyre nagyobb veszélyt jelentenek a szúrós rovarok. Tolna megyében szombaton gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat, zömében derült, illetve napos idő lesz, említést érdemlő csapadék nélkül. Vasárnap a sok napsütés mellett elvétve futó zápor eső fordulhat elő. Hétfőn sehol nem várható csapadék, általában derült, illetve gyengén gomoly felhős időben bízhatunk. Helyenként már elérheti a hőmérséklet a 30 fokot. Kedden még tovább emelkedik a hőmérséklet, kevéssel 30 fok fölé melegedhet a levegő, napos, nyári időre van kilátás. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb jövő héten kedden este jelentkezünk, addig is töltsék kellemesen a hosszú hétvégét. Viszontlátásra!